Köszöntöm kedves nézőinket! Önök Répce-Lakváros híradójának 466. adását látják mai műsorunk tartalmából. Fásítási tervek a városban. 10 éves a helyi képzőművészeti kör, ez alkalomból a tagoknak közös kiállítása nyílt a Répce galériában. Április 11. József Attila születésének napja, a magyar költészet napja, Répce-Lakon évek óta vers és prózamondó versennyel ünnepelünk. A sportpercekben beszámolunk a Répce-Laki SL szakosztályainak utóbbi heteiről. Tartsanak velünk ma is elsőként, megbeszélést tartott a település fásítási terveiről az érintett utcák lakóival a Városüzemeltetési Kft. Vezetője. Erről kérdeztük. Április 11-én este lakossági fórumra hívták a Derkovics, a Béke, a Bem és a Kőris utca lakóit, melynek keretében az új városfásítási tervekről tájékoztatta őket Molnárné Papedina, a Városüzemeltetési Kft. Vezetője és Szabó József polgármester. Elhangzott, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a Kft. Elkezdte munkáját, egy teljes körű városfásítási programot indítottak el, melynek keretében fákat telepítettek több olyan utcában, ahol egyáltalán nem vagy csak nagyon hiányosan voltak árnyékadók. A program most az előregedett fák cseréjével folytatódik. Ennek a programnak a része egy viszonylag hosszú ideig tartó újra telepítés, illetve fasorcsere, amit a Derkovics, Béke, Bem, Avar, majd aztán a Kőris, illetve a Vízmű utcában, valamint a Petőfi utcán és a Vörösmarty utcán folytatnánk. Ugye lehet tapasztalni, hogy ezek a 35-40 évvel ezelőtt ültetett fák előregednek, balesetveszélyessé válnak, egy-egy nagy szél alkalmával nagy ágak törnek le, és ugye ez az önkormányzatnak a felelőssége, hogyha egy ilyen baleset történik. Mi ezeket a fákat azért figyeljük, és javaslatot teszünk a kivágásukra, illetve az ágazásokat el is végezzük. Nyilvánvalóan a lakosoknak a beleegyezésével, akinek a háza előtt a fa áll. Az elképzelések szerint a gyümölcsfákat díszfákra cserélnék ki. Gyümölcstermő fákkal több probléma van a közterületen. Az egyik az, hogy nem mindenki kezeli őket megfelelően, nem mindenki metzi, nem mindenki permetezi, illetve szedi a gyümölcsöt. Tehát ez gondot okoz a többi fára is, fára nézve is, illetve a gyümölcse, a hulló gyümölcse szemetel, illetve a csúszás veszélyes is. Szerencsére ilyen probléma, meg ilyen baleset még nem történt. Illetve hát a lelógó ágak azért a közlekedést akadályozzák a járdákon. Illetve hát elvileg permetezni közterületen nem lehet, ne? Vagyis hát tulajdonképpen növényorvosnak a jelenlétében, hát ez sem megvalósított, mert ugye nem tudhatjuk, hogy a következő pillanatban nem jön-e egy babakocsit sétáltató anyuka éppen ott a járdán, úgyhogy ez egy kicsit necces. Illetve nagyon sok fa van, ami már tényleg előregedett, és már ki is száradt, csak éppen a lakó nem akarja kivágatni, ugyanis hát neki meg kellene fizetni a 3000 forintos illetéket, illetve kérelmet kell ehhez benyújtani, illetve a saját költségén ezt a fát pótolnia. És ebben a programban ezt a kivágást és az illetéket átvállaljuk, és a kivágást megcsináljuk, illetve az újratelepítést is megcsináljuk. Az ügyvezető elmondta, a lakossági fórumon nagyon pozitív hozzáállást tapasztaltak a lakosság részéről. Vannak, akik ragaszkodnak a meglévő gyümölcstermő fákhoz, ők többnyire olyanok, akik gondozzák és hasznosítják a termést, őket természetesen nem kényszerítik beleegyezésre, azok a fák megmaradnak. Viszont a többieknek lehetősége van a változtatásra. Akik igénylik, akik meg akik előtt nincs is, mert ugye a járdafelújítások során azért több utcában elég szépen megritkították ezeket a fasorokat, azok elé ültetnénk a lakossággal egyeztetve egy-egy utcában egységesen fákat. Úgy néz ki most a lakossági visszajelzések alapján, hogy a Derkovics utcában kezdenénk el,
mert azok a legöregebb fák, illetve azok ők, tehát az ott lakók nyilatkoztak úgy, hogy ki szeretnék vágatni a fáikat, és már úgy nagyjából meg is van így az ott jelenlévők, beszélgettek egymással, mutattam be képeket, egy ilyen 4-5 különböző fajtát, ami lehetséges és beszerezhető is, és úgy döntöttek, hogy gömbcseresznye lesz ezekben az utcákban, ebben az utcában, tehát a Derskovics utcában. Más utcák választhatnak más fafajtát is, annyi a lényeg, hogy egy utca lakói egy típusban egyezzenek meg. A utca szinten más természetesen választhatnak, tehát az a szép, hogyha egy utcában a két oldalon ugyanaz van, tehát utcaképileg az a legszebb, de ez nem minden utcába kell ugyanazt ültetni, de mindenképpen nem szeretnénk a hagyományokkal, és az utcaképet annyiban megváltoztatni, hogy egy teljesen más jellegű fát ültetünk, tehát mindenképpen tavasszal virágzó díszfákat, tehát a gyümölcsfáknak a díszváltozatait. Ezeknek több előnyük is van, amit ezt a megbeszélésen, illetve ezen a lakossági fórumon el is mondtam, hogy tulajdonképpen nem kell őket permetezni. Egy genetikailag szabályos koronaformájuk van. Ugye azokban az utcákban is nagyon sok a villanyvezeték, tehát ezek a fák azért elférnek ez alatt, illetve sokkal kisebb a levelük is, tehát kevesebb levelet kell söpörni, ami ez sokaknál nagyon fontos szempont, illetve nem vagy csak nagyon kevés gyümölcsöt, illetve termést nevelnek. Úgyhogy, és ami nagy előny, hogy ezeket a fákat, amiket mi ültetünk el, ezeket mi gondozni fogjuk, tehát metszeni fogjuk, alakítani fogjuk, hogy tényleg ne legyen az, hogy elburjánzik, és akkor az EON-nak kell levágni, megcsonkolni a fát, ezt nem szeretnénk. Annyit szeretnénk kérni csak a lakóktól, hogy időnként egy-egy vödörvizet öntsenek a tövükbe a forró nyarakon. Az elszáradt fákat még a tavasz során kivágja a KFT, az erre ítélt termőfákat pedig télen szedik majd ki. A telepítési munkák a hiányzó és a kivágott fák helyére az ősszel indulnak majd. Rendhagyó kiállításra a Réczelaki Képzőművészeti Szakkör tárlatára invitálta ezúttal a Nyitott Tér Kulturális Egyesület a műkedvelőket, melyet a csoport megalakulásának 10. jubileum alkalmából rendeztek meg. A szép számú közönséget a Nyitott Tér elnöke Mészáros Imréné köszöntötte, majd Rudi Maja zongora játékát hallhattuk, a tárlatot Szabó József polgármester ajánlotta, nyitotta meg. A polgármester úgy fogalmazott, minden közösségnek vannak értékei, és ilyen érték Réczelakon a képzős csoport is. Minden közösségnek vannak értékei, és azt tapasztaljuk, akik a közéletben tevékenykedünk, hogy, és nyilván mi több fajta ilyen dologra találkozunk, hogy helyben mennyi olyan ember közöttünk, aki valamire tehetséges. Most egy olyan kiállításon vagyunk, ahol egy olyan művészeti ágban tevékenykedő Réczelaki piciket és nagyokat köszönhetünk, akik teljesen amatőr módon saját gyönyörűségükre, saját szórakoztatásukra testik ezeket és rajzolják ezeket a képeket, és valószínűleg nem gondoltak arra akkor, amikor ezeket csinálják, hogy másoknak majd ezzel örömet szereznek. Ezek a képek, ha megnézzük, pici gyerekektől idősebbekig, mindegyik mond valamit nekünk, mindegyik előtt meg tudjuk állni, meg tudjuk nézni, és mindegyikben találunk valami szépséget. A csoport tagjai Mencs Hanna, Élő Karina, Németh Lilla, Varga Boróka, Németh Száva, Schleinig Adél, Szabó Józsefné, Kis Zsóka, Csorba Jánosné, Dománné, Varga Hermina és Bozzai Gyöngyi. A Nyitott Tér vezetése virággal köszöntötte az alkotókat, Mészáros Imréné felhívta a közönség figyelmét az előtérben található mini tárlatra is, melynek keretében az általános iskola képzőművészeti tagozatosainak, Schleinig Adélnak, Mozolán Annának,
Németh Annának, Horváth Elizabetnek, Pap Alexnek, Prisztupa Fridának, Vég Annának, Nagy Júliának, Bogdán Szonyának, Firisz Hannának és Varga Júliának rajzai láthatók. Az alkotások május 10-ig a Művelődési Ház nyitvatartási idejében megtekinthetők. A Répcelaki Városi Könyvtár idén is megrendezte vers és prózamondó versenyét a Magyar Költészet napja alkalmából, április 11-én József Attila születésnapján. Az intézmény évek óta megszervezi ezt a rendezvényt, és mindig nagy népszerűségnek örvendett. A mórásokon kívül egyre több külsős versenyzőt is hallhatunk. Örülök annak, hogy most Fiasztony Károly vannak itt versenyzők. Örülünk Sárvári versenyzőnek és a Beledi versenyzőknek is. Kívánjuk, hogy mindnyájuk számára ez a mai nap, ez a mai délután, ez a mai alkalom öröm legyen. A versenyzőket és az érdeklődőket Boros András, a rendezvény minden évben megszervező városi könyvtár vezetője köszöntötte, majd bemutatta az ítészek csapatát, Mészáros Imréné magyar tanárt, a Nyitott Tér Kulturális Egyesület elnökét, Piklerné Kondra Katalint, a Magyar Irodalmi Lap Babéria bronzfokozatával kitüntetett költőnőt, a Répcelaki Verskedvelő Klub vezetőjét, és dr. Mesterházyné János a Magdolna iskola igazgatót, aki a vers, az olvasás, a kultúra fontosságát hangsúlyozta a nevelés folyamatában. Azt gondolom, hogy a szülőknek, felnőtteknek nekünk az a feladatunk, hogy példát mutassunk. Példát mutassunk olvasásban, példát mutassunk a vers szeretetben, a zene szeretetben. Minden kultúra iránti érdeklődésünk átragadjon a kicsinyeinkre is, és így növekedjenek és teljesedjenek ki. Ezután kezdetét is vette a verseny, melyre összesen 24 gyerek nevezett. 15 alsó tagozatos induló volt, akik mindannyian gyönyörűen felkészültek és szépen adták elő a választott verset. A felsősök 7-en neveztek, a prózát pedig 2-en választották. A produkciókat követően megvendégelték a gyerekeket és a közönséget, eközben a zsűri döntéshozatalra visszavonult. Az ítészeknek nagyon nehéz dolga akadt, hiszen minden produkció csodálatos volt. Bizony hosszasan tanakodtak, míg végre meghozták a döntést. Az eredményeket a zsűri elnöke hirdette ki. Az alsó tagozatosoknál harmadik lett Finta Zelma. Második helyezést Mesteri Zsejkének ítélték, a győztes pedig az Urajújfalui tagiskola diákja Tóth Bori lett. A felső tagozatosoknál a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Bokor Adrien állhatott. Az első helyezést pedig megosztva nyerte el Csorba Bence és Horváth Réka, aki a Sárvány Gárdonyiból érkezett. A teljes produkciókat megnézhetik a Répce TV YouTube csatornáján. Rövid híreink következnek, sok kis hír csokorba szedve. A Móra Ferenc Általános Iskola harmadik korcsoportú labdarúgó csapata a 2018-19 tanévi körzeti diákolimpián első helyezést ért el. A csapat tagjai Horváth Benedek, Király Krisztián, Csupor Dominik, Tama Máté, Gere Krisztián, Varga Ákos, Ágoston Máté és Horváth Benedek voltak. Edzőjük Szabó Róbert. Az első áprilisi hétvégén U10-es kézilabda fordulónak adott otthont a Répce sportcsarnok. A Mészáros Varga Brigitta trenírozta csapat, mint mindig, most is 2 meccset játszott. 9 órakor a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia harmadik számú csapatával, 11 órakor pedig a második számú együttesével csaptak össze. A lányok az első meccset simán nyerték, a másodikon aznap az ellenfél bizonyult jobbnak. A csapat tagjai Turai Gréta, Németh Liza, Németh Száva, Patkó Rozina, Rudi Janka, Mészáros Dorottya, Fűzfa Kincső, Németh Szofi és Pál Nóra. Következő hétvégén az U13-as korosztály fordulóját rendezték a Répce sportcsarnokban. Lányaink 2 meccset játszottak, délelőtt a Lébény KS ellen léptek pályára, és 25-18 arányú győzelmet arattak. Délután pedig az Éles Kise együttese volt az ellenfél, akiket egy nagyon izgalmas kiki meccsen győztek le 29-27 arányban. Az U13 május 4-én szombaton lép pályára legközelebb,
A helyszín ismét a Répce sportcsarnok lesz, az ellenfelek pedig a Mosonmagyaróvári KCS-e és az Eto KC harmadik számú együttese lesznek. Ugyanezen a hétvégén vasárnap az U11-es korcsoportot láthattuk. Csapatunk két meccset játszott, a nyitó meccsen a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia csapata ellen kissé álmosan kézilabdázva nem tudtak lépést tartani a megyeszékhely vezető kézilabda csapatának utánpótlásával, így 12-6 arányban alul maradtak. A második találkozón a Haladás ellen léptek pályára a lányok, és ezen a találkozón már nem adtak esélyt az ellenfélnek, fölényes 22-4 arányú győzelmet arattak. Május 4-én Mosonmagyaróvárra utazik a csapat, hazai pályán pedig május 18-án lesz fordulójuk, amikor a Lébény és a Veszprém ellen játszanak majd. Szintén április első hétvégén az U11-es és az U13-as korcsoport számára rendeztek Bozsik utánpótlás labdarúgó tornát városunkban. A kisebbek 4 meccset játszottak aznap. A csapat remek formában futballozott, a srácok okosan összehangoltan játszottak, mindenki hozzátett a győzelmekhez. Mind a 4-szer győztek. Az U13-as csapatnak 3 meccse volt. 2 megnyertek a fiúk, a harmadikon egy pehes, 1 gólos vereséget szenvedtek. A tornát mindig záró rendezvény követi, melyen az edzők pár szóval értékelik a napot, a gyerekek teljesítményét, viselkedését, hozzáállását, és átadják az oklevelet a csapatok legkiemelkedőbbjeinek. Az U11-es korcsoportból Klebik Áron, az U13-asok közül pedig Sós Levente kapta meg aznap az elismerést. U14-es labdarúgó csapatunk április 3-án szerdán hazai pályán fogadta a Sereghajtó Rábapaty együttesét. A srácok a papírformának megfelelően hozták a meccset, 4-0 arányú győzelem született. A gólszerzők Gere Krisztián, Sós Ferenc és Németh Olivér voltak. Következő héten a Foci FC-hez, Gérce Vásáros Miske Községi Sportegyesület együtteséhez utaztak a srácok. Az eredmény 5-2 arányú vereség lett. Góljainkat Gere Krisztián szerezte. Az U16-os labdarúgó csapat április 5-én Lukácsházára utazott. A tabella végén tanyázó ellenfél a papírforma szerint nem jelenthetett gondot a Répcel a kis srácoknak, és nem is jelentett, 2-4 arányú győzelmet arattak. A gólszerzők Varga Dániel és az ismét mesterhármas lövő Németh Balázs. Csapatunk ezzel a győzelemmel átvette a vezetést a tabellán, Németh Balázs pedig a megyei góllövőlista második helyezettje. A következő fordulóban hazai pályán fogadták az utolsó előtti helyzet Ikervár csapatát. Ez is kötelező győzelem volt a Répcel a kis srácoknak, amit tökéletesen teljesítettek is. Már az 5. percben előnyhöz juttatta csapatát Pult Kevin, Németh Balázs köszönt be egymás után 2-szer, ezzel beállítva a félidő 3-0-ás eredményét. A második játék részben Varga Levente és Petro Petronius is eredményes volt, aztán következett még egy Németh Balázs találat, csak hogy aznap is meglegyen a mesterhármas. Végül pedig egy öngól állította be a mérkőzés 7-0-ás végeredményét. Csapatunk ezzel a győzelemmel őrzi vezető helyét a bajnokságban. Külön megemlítendő, hogy 2 gólszerzőnk, Pult Kevin és Petro Petronius még mindketten általános iskolásként szerepelnek az U16 keretében. Következő alkalommal a 6. helyen álló Jánosházához utaztak a srácok, ahol sajnos elvesztette tavaszi veretlenségét a csapat, 3-2 arányban alul maradtak. Góljainkat Németh Balázs szerezte. Ezzel újra másodikak a fiúk a tabellán. Következő mérkőzés május 2-án lesz, hazai pályán az éppen mögöttük álló Kőszeg ellen. Az U19-es csapat áprilisban mindössze 1 meccset játszott, mert a Királyesze utánpótlása nem ebben a bajnokságban szerepel. Az a hétvége pihenőnap volt az ifinek. Az egyházas Rádóc ellen pedig, bár az első félidőben Németh Balázs révén vezetést szerzett csapatunk, ezt a második játékrészben nem tudta megtartani. A sok egyéni hibával is tarkított folytatásban nem csak kiegyenlített, hanem fordított is a Rádóc, így a végeredmény 2-1 arányú vereség lett, ami azért is nagy kár, mert a győzelemmel feljebb léphettünk volna a tabellán.
A Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóság minden évben megrendezi az ifjúsági tűzoltó csapatok versenyét, melynek először területi fordulói, majd az onnét tovább jutott csapatok számára a megyei fordulói is lezajlottak. A Répcelaki tűzoltóság a sárvári területi versenyen vett részt két csapattal. Fiataljaink indultak az általános iskolás és a középiskolás kategóriában is. A területi versenyre április 10-én szerdán Sárváron a Csónakázótónál került sor. A megmérettetésen egy 12 állomásból álló feladatsort kellett teljesíteniük az indulóknak. Feladat volt bárcakirakó, túlélőcsomag összeállítása, tűzoltó eszközök felismerése, de volt kerékpárügyességi pálya és robbanó test megtalálási feladat is. A Purt Kevin, Szalai Dávid, Németh Viki és Udvardi Jászmin alkotta általános iskolás csapatunk második helyzet lett, ezzel tovább jutottak a megyei fordulóba, melyet április 17-én Csepregen tartottak. Középiskolás csapatunk, Szabados Ádám, Szabó Balázs, Nagy Norbert és Varga Réka szintén a második helyen végzett, így következő szerdán ők is utaztak Csepregre. A megyei megmérettetésen általános iskolás csapatunk a negyedik, középiskolásaink, épp hogy csak lemaradva az elsőségről, a második helyen végeztek. Az ifjabbak elnyerték a tűzoltó állomáson legjobban teljesítő általános iskolás csapat rangját, a nagyobbak pedig a legjobb vízkár elhárítási, valamint leghatékonyabb rádiós segélyhívó állomáskezelő címet zsebelték be. Gratulálunk fiataljainknak, valamint az őket felkészítő Hatos Attilának és Udvardi Rékának. Nehéz időszakon van túl a női kézilabda csapat. Nagyot küzdve a Lévény elleni mérkőzésen itthon tartották a két pontot, aztán Fertőszent Miklósra utaztak a listavezetőhöz, majd egy előrehozott mérkőzésen hazai pályán fogadták a harmadik helyezett Szany csapatát. A lébenyi csapat éppen előttünk állt a tabellán, 3 pont előnnyel rendelkeztek, győzelem esetén sem érhette be őket csapatunk. Ennek ellenére természetesen a pontok szerzése, felzárkózás volt a cél. Tényleg mindent beleadtak a lányok, és hát a hibák azok annak is köszönhetőek persze, hogy elfáradnak azért egy cserével 60 percet végigjátszani. Nehéz, neked az, hogy nem a megszokott helyén játszik valaki, akkor is bizonytalanabb, nem úgy szokják meg egymást a játékosok, sem nem úgy mennek a labdák, meg hát izgultak is szerintem azért, bizonyítani akart az egész csapat. Mint mindig, most is rengetegen biztatták a lányokat, dob és trombita szó kísérte a hajrázást. A találkozó elég nyögvenyelősen indult, jó néhány támadásig nem igazán tudtak mit kezdeni egymással a csapatok, hosszú percekig nem született gól sem. Aztán Lengyel Klaudia találata megtörte a gólcsendet. A fiatal játékos egyre több szerephez jut a meccseken, amit gyors, pontos játékkal hálál meg. Szerencsére ezen a hétvégén Kloneckerné Maráci Anita edző rendelkezésére állt Ádám Adrien, akinek higgadt, rutinos játéka sokszor segítette ki a csapatot. A meccs végig nagyon szoros volt, fej-fej mellett haladt a két csapat. Igazán megnyugtató előnyre egyáltalán nem sikerült szert tenni, de végül azért két góllal nyerni tudtak a lányok. Kloneckerné Maráci Anita elmondta, sajnos a szezon további részében is nehéz dolguk lesz, folyamatos játékos hiánnyal fognak küzdeni. Petra elment a csapattól, Patri pedig külföldön van most éppen, de az összes meccsünk ilyen lesz, hogy kevesen leszünk, vagy dolgoznak, vagy tanulnak, vagy mennek ide-oda, tehát az összes meccsre úgy kell előtte napokban összeállítani a csapatot, és nem a megszokott helyeken játszanak a játékosok sajnos. Az edző hozzátette, jövő héten kezd edzeni velük egy új játékos, egy balkezes lövő, akihez komoly reményt fűznek, és az ifiből is szeretne folyamatosan beépíteni játékosokat a felnőtt keretbe. Következő hétvégén a listavezető Fertőszent Miklósi KC csapatához utaztak a lányok, ahol még nehezebb dolguk volt, és sajnos a papírforma beigazolódott, 35-22 arányú vereséget szenvedtünk. Ezzel a tabella 7. helyére esett vissza a csapat. Április 18-án csütörtökön egy májusról előrehozott meccsen a dobogó 3. helyén pozícionáló Szany együttesét fogadták hazai pályán lányaink. Kloneckerné Maráci Anita edző bizakodóan nézett a találkozó elé. Megvertük őket ősszel is,
úgyhogy ezért bíztam be, hogy most is sikerülni fog. Bár ott kis pályán játszottunk, és védekezésben azért annyival könnyebb, hogy nem kell akkora teretbe mozogni a lányoknak, de jól megoldottuk ezt a hatos falas védekezést, és amikor világot kivették a támadást is, úgy érzem, hogy sikerült azért jól megoldani. Ezen a meccsen láthatta először a hazai közönség a csapat új játékosát, Edvi Anna Máriát, aki Beledből érkezett. Csapatunk eddig nem rendelkezett balkezes játékossal, amennyiben Anna Mária sikeresen beilleszkedik és felveszi a bajnokság fordulatszámát, komoly segítsége lehet a Répcalaknak. Szintén most láthatták újra pályán a szülés után visszatért Papp Barbarát is. Velük együtt és az aznap hiányzó Ádám Adriennel is mindössze két mezőncseréje van a csapatnak, de az edző úgy gondolja, hogy képesek ezzel jól helytállni. Nagyon elfáradtak a lányok, de egy kicsit tudunk azért variálni, meg aki nagyon fáradt tud pihenni egy picit, de hát végig kell hajtani. Megszokni nehéz, de ehhez kell most alkalmazkodni. Ezen a meccsen ez maximálisan sikerült, mert bár az első játékrészben még fejfej mellett haladt a két gárda, a szünet után lányaink rendezték soraikat, stabil előnyt szereztek, amit aztán a meccs végéig tartottak is. A vége 27-22 lett. Csapatunknak még három meccse van a szezonban, egyszer idegenben szerepelnek, kétszer pedig itthon biztathatjuk őket. A második helyezett Király Eszel csapatát erősen tartalékosan fogadták a labdarúgóink hazai pályán, majd teljes kerettel utaztak Egyházas Rádócra. Csapatunk több kezdőjátékost is nélkülözni kényszerült a találkozón. Az okról természetesen megkérdeztük Balassa Pétert. Hát erről nem szeretnék beszélni. Megbeszéljük, jó? Azt mondja, hogy higgadt fejjel értékeljük, de erről a dologról most nem szeretnék beszélni, mert eléggé kihatással volt rám az egész mérkőzés alatt, plusz a játékosokon is látszott ez a frusztráció. Ugye csere nélkül kellett lejátszani a mai meccset. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a srácokra talán. 3-4 évvel ezelőtt volt egyszer olyan, hogy 10 emberre megvertük a körmendet 1-0-ra. Most úgy sikerült döntetlent játszani a Király ellen, hogy a fél csapatot nem játszhattam, plusz cserém sem volt. Elképesztő, amit a srácok mentek. Szerintem ezzel a mai meccsen bebizonyítottuk azt, hogy miért vagyunk ilyen erős közösség, és miért veretlen a Répcalak. Edzői pályafutásom egyik szép pillanata volt a mai. Szerintem, aki ma itt kint volt, 3 pontot érdemeltünk volna. Végén megint volt két helyzet, kaptunk egy olyan necces gólt, ami elkerülhető lett volna, talán egyszer rúgott a Király kapura. Nekünk legalább 7-8 helyzetünk volt, de még egyszer mondom, 11 emberrel csere nélkül így lehozni, nem gondoltam volna, úgyhogy nagyon büszke vagyok a srácokra. Csapatunk már a meccs 6. percében megszerezte a vezetést Lónai Ákos révén, aki az egyik nagy visszatérő a keretben. Amikor a Peti megkeresett egy új felsi pályafutásom során, akkor nem is volt kérdés, hogy visszajövök igazából. Mindig felnéztem rá, mint edzőre, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy visszaigazoljak. A Répcalaki előny a 22. percig tartott, amikor egy beívelt labda átszállt a felugró védőnk feje felett, az ellenfél játékosa zavartalanul levehette, és bár Gyécsek Martin belekapott a lövésbe, az a hálóban landolt. A félidő további részében kicsit beszorult a Répcalak, de a második játékrészben abszolút partiban játszott az ellenféllel, sőt a találkozó vége felé több komoly helyzetet is kialakítottak. Az eredmény azonban már nem változott, 1-1 arányú döntetlen maradt, így hát csapatunk továbbra is megőrizte tavaszi veretlenségét, és a megkezdett úton töretlenül haladnak tovább. Nehéz lesz minket megverni, nagyon bízom benne, és remélem nem elhamorkodott, amit mondtam. Nagyon egybe van a brigád, és minden mérkőzésre készülünk, mert nekünk minden mérkőzés életbe vágó. Következő vasárnap a tabella 6. helyén álló Egyházas Rádóchoz utazott a csapat, ahol szerencsére már a teljes keret Balassa Péter rendelkezésére állt. Csapatunk gyors vezetést szerzett, majd még az első félidőben növelni is tudta az előnyét. A második játékrészben kozmetikázott a Rádóc, de egyenlítésre nem futotta tőlük, így újabb győzelmet abszolválhatott csapatunk, mellyel a tabella 11. helyére lépett, és őrzi tavaszi veretlenségét. A következő találkozó hazai pályán a bajnokság élovása a Celdömölk ellen zajlott, erről következő adásunkban hallhatnak. Zajlik a bajnokság rájátszása a kosárlabdásoknál. Az alsóházhoz tartozó 4 csapat, köztük a Répcalak, párosításban játszik oda-vissza meccseket,
ezt követik majd a helyosztók. A bajnokság alsóházához 4 gárda tartozik, a Kőszeg, a Vasvár, a Degbistró és a Répcelak. Ez a 4 együttes egy páros oda-visszavágón döntötte el az alsóházi helyosztók sorsát. A győztesek a 9., a vesztesek a 11. helyét játszanak ezután. A hazai pályán megrendezett idevágón csapatunk nagyon jól kezdett. Nagyon jól kezdtünk, koncentráltak voltak, védekezésben támadásra tették magukat, nem adták el a labdákat, nem csinálták meg a buta hibákat, ez mind nagyon jó volt. Aztán persze becsúszott egy-két hiba, de végig partiba voltunk, sőt azt mondom, hogy nagy részt mi vezettünk a mérkőzésen. A második negyed vége felé történt egy megtorpanás, az ellenfél innentől fogva tudta egalizálni a játékot. Ezután fej-fej mellett haladt a 2 együttes. Röviddel a vége előtt csapatunk 3 pontos hátrányban volt, amikor egy begyakorolt figurát követően szép találattal kiegyenlítettek. Az utolsó másodpercekben bekapott büntető viszont megpecsételte a meccs végeredményét, 49-51 a Deknek. Biztató dolog, hogy a 2 csapat utolsó találkozása óta jól látható fejlődésen esett át a Répcelaki gárda. Az utolsó alapszakasz meccset ellenük játszottuk, nagyon sok ponttal kikaptunk, igaz, ők ott nagyon jól dobtak. Ahhoz képest ez egy nagyon jó eredmény, de persze győzni szerettünk volna itthon, szerintem idegenben sokkal nehezebb dolgunk lesz. A visszavágóra egy héttel később Szombathelyen került sor. Csapatunk 83-28 arányú vereséget szenvedett, így a 11. helyét küzdhet meg májusban a Vasvár együttesével. Mai adásunk véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ezt a műsort megismételjük a szokásos időpontokban, és visszanézhetik a TV YouTube csatornáján. Friss hírekkel továbbra is várjuk Önöket naponta a Répce TV Facebook oldalán. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! A bemondót a Szabeki Divat öltözteti a felvételekhez. Frizuráját a Bindvid Szépségstúdióban készíti el Vargánék Klebik Hajnalka fodrászmester. Az alkalmi világdíszt az Erika Virág Ajándék Kft. Bocsájtja a rendelkezésünkre. Műsorunkat támogatja a Répcelak és Vidékek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a VIS Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft., a Pannonteljes Zrt., Kis János Vállalkozó és a Prima Optika. Köszönjük a támogatást! We'll be right back.